Telt ház, fergeteges hangulat, kitörő gólöröm, főként a horvát találatoknál. A világbajnokság bronzmérkőzését és a döntőt több mint ezren követték a színbaterasz óriás LED kivetítőjénél a hétvégén. Bár a horvátok végig becsülettel küzdöttek, története során másodszor is Franciaország lett a világbajnok. Franciáknak szurkolunk, de itt a bronzon szerintem belgák. Belgák fognak nyerni. Magabiztos tipp, ami végül is bejött a fiúknak. Szombat délután Belgium Angliával csapott össze a VB bronzért. Hogy mi lesz a mérkőzés végkimenetele, a kutya se tudta. Majd Belgium korán, körülbelül a negyedik percben megszerezte a vezetést. Bálintnak jövőbeli tervei miatt is követnie kellett a meccset. Felnőttként kapus szeretne lenni. Vannak nagy meglepetések, mint például, hogy az olaszok nem jutottak ki. Mondjuk hát így a selejtezőket én nem nagyon követtem, de így az egész VB-t igen. A színvaterasz óriás kivetítőjén ezúttal is sokan követték a mérkőzést. Személy szerint akinek szurkoltam, mindig vesztett, úgyhogy nagyon jó volt. Kivéve az elődöntőktől meg ez fordított volt. Úgyhogy remélhetően a döntőben is ez lesz, és akkor a horvátokat ünnepelhetjük. A bronzot Belgium szerezte meg, ám vasárnap kezdődött az igazi küzdelem. Ekkor eldőlt, hogy Franciaország vagy Horvátország emelheti a magasba a serleget. Telt ház és feszült izgalom. Vasárnap csaknem 1000 szurkoló foglalta el helyét a Simba foci teraszon. Mikor a franciák gólt szereztek, nem volt kérdés, hogy kinek szurkol a többség. Horvátoknak szurkolunk, nem örülünk neki. Nem örülünk neki egyáltalán, horvátoknak szurkolunk. Majd bő 10 perccel később jött az egyenlítés. Ekkor volt igazán őszinte a gólöröm a miskolci közönség részéről. Az óriás kivetítő alatt a gyerekek sem unatkoztak. Magát a Simba foci teraszt is sokan választották a VB ideje alatt. Nagyon jó volt a hangulat, nagyon jó volt a közönség, jó volt a buli. A horvátok végig becsülettel küzdöttek, mégis a franciák kerekedtek felül, és szerezték meg a VB aranyat 4-2-es végeredménnyel. Én nagyon sajnálom, mert ha nem lett volna az első fél időben az a két olyan gól, ami ugye az egyik ugye egy öngól volt, ugye a másik pedig egy ilyen vétlen kéznek mondanám, akkor ez kicsit másképp alakul ez a meccs. Úgyhogy sajnálom a horvátokat, mert a szívüket, lelküket kitették ezen a meccsen, ezt most is lehetett látni. Úgyhogy a franciák meg azt a helyzetüket kihasználták, amik adottak éppen. Másoknak a fogadás is motivációt adott a szurkoláshoz, ám az eredmény tekintetében ez mit sem számított. Drága hölgy nyert volna 11 000-et, hogyha nem hallgat a barátjára a mixen, de meg vagyunk elégedve vele, jó volt, ügyesek voltak. Hát nagyon csak kontrákból mentek főleg vissza, meg nem volt annyi helyzetük, nem volt olyan izgalmas, de sajnáljuk. Nagyon oda tették magukat a horvátok. A franciák történetük során másodszor lettek világbajnokok. Az elmúlt hetekben több ezren követték a VB mérkőzéseit a színvaterasz óriás kivetítőjénél.